A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 23-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először bemutatunk egy új könyvet az ember tragédiája történéseinek elemzéséről, majd ellátogatunk a Lovesick előadásra. Ezt követően egy beszámoló következik a Harmonia Albensis koncertről, végül pedig megemlékezünk Janusz Wojcikról, városunk tiszteletbeli polgáráról. Tartsanak velünk! Bárdos József volt a Vörösmarty könyvtár vendége. A találkozón bemutatták új kötetét, amely Madách Imre az Ember tragédiája című alapművének történéseit elemzi. Június 19-én szerdán a 95. ünnepi könyvhét egyik záró eseményén a Vörösmarty könyvtár olvasótermében Magony Imre író könyvtáros moderálásával rendeztek író-olvasó találkozót. A vendég Bárdos József, az Ember tragédiája titkaiból című kötet szerzője volt, aki nagyívű gondolatsorában megalapozottan kínál válaszokat a drámai Madách mű születésével kapcsolatos mindeddig tisztázatlan pontokra. Vörösmarty Mihály könyvtár meghívja dr. Bárdos József professzor urat. A új könyve, ami hát tulajdonképpen úgy új, hogy tavaly novemberben jelent meg, és az ember tragédiájának olyan titkaiba vezeti be az olvasót, amik egyrészt új kutatások, másrészt olyan összefüggéseket állapít meg, ami eddig az eddigi kutatások nem tettek meg. Nagyon fontos kérdés ez, hiszen alapműről van szó. Igen, alapműről, annál is inkább, hogy több mint 33 nyelvre lefordították, a világban is ismert, és több mint 1500-an bemutató előadása volt a világban, mióta először ezt bemutatták a Nemzeti Színházban 1883-ban. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy olyan alapmű, ami az emberiségnek egy kultúrkincse, nem csak a magyar nemzetnek. Bárdos József professzor közel 40 éve Madách Imre munkásságának kutatója. Irodalomtörténészként filológiai megalapozottsággal, egyúttal a szakirodalom eddigi kutatásaival párbeszédet folytatva a könyvében választ kínál a tragédia születésével kapcsolatos rendkívül fontos adalékokra. Középiskolai tanár voltam ifjúkoromban, és tanítottam az ember tragédiáját, és a gyerekekkel csak akkor lehet, hogy mondjam, értelmesen megértetni valamit, hogyha közösen összerakjuk, amit tudunk, és ilyenkor nagyon izgalmas kérdések merülnek fel, amikre az ember nincsen fölkészülve. És aztán mindenféle egyéb olvasmányok miatt egyszer csak az lett a mániám, hogy ezzel kezdek foglalkozni. Melyek azok az alapkérdések, amelyeket kibont ebben a kötetben? Hát ami a legérdekesebb, az számomra legalábbis talán a legizgalmasabb az, hogy mennyire aktuális az ember tragédiája. Tulajdonképpen azt szokták gondolni, hogy a mai kor az valahol a falanszter után van. De ez nem igaz, mi még mindig a londoni színben élünk. És az ember tragédiája a 19. század végén már mindazokat a kérdéseket föltette, amelyekkel mi csak mostanában kezdünk szembenézni. Szóval nem akarom mondani ilyen mindenek előtt azt, hogy az ember és a természet viszonya, hogy bármit is teszünk, a természeten nem tudunk fölülkerekedni. Lehet az vulkanizmus, lehet az árvíz, lehet az szélvihar, vagy lehet egyszerűen, amit most ugye a globális fölmelegedés. Madách ezt már a harmadik színben megmutatja nekünk, hogy az ember bármit is tesz, a földtől elszabadulni nem tud. Tehát a föld uralkodik rajtunk. Ez a természetet, azt nem tudjuk uralni, csak szeretnénk uralni. És a másik pedig, most akkor szívesen ugranék arra a bizonyos falanszer színre, mert hogy az a jövőnk, vagy a jelenünk és a jövőnk. Szóval hát ilyen problémák vannak benne, hogy túlnépesedés. Ilyen problémák vannak benne, hogy globalizáció. Ilyen problémák vannak benne, hogy
hogy mi a hasznos. Ugye, mert arról van szó, hogy él a mi hasznos, de mi hasznos? Ezt a kérdést föl kellene tennünk, mert ha, ugye mi az a hasznos, ami nekünk jó. De hát erről kiderült, hogyha elkezdjük a természetet úgy átalakítani, hogy csak az maradja, ami nekünk jó, mondjuk kiírtjuk az állatokat, akkor az nekünk se jó, mert a természet az egy rendszer. Tehát most nem tudom, biztosan emlegessem, ugye nemzeti parkból kiirtották a farkasokat, mert fúj. És akkor ennek szörnyű következményei lettek, elszaporodtak a nyulak, meg minden. És akkor most visszatelepítettek néhány farkas családot, kiderült, hogy akkor megfogyatkoznak a nyulak, nem eszik meg a kis fákat, nem rágják szét a növendékhajtásokat, és ez csak kinőtt az erdő, ott, ahol régen is erdő volt, csak eltűnt, mert a farkasokat eltüntették. Szóval nem, hogy mondjam, ez egy rendszer, ez egy biológiai rendszerben élünk, és nem lehet úgy. Mi az, hogy hasznos? Ami nekünk ma hasznos, az biztos, hogy jó lesz jövőre is, meg azután is. Szóval állandóan ebben vagyunk, hogy ami nekünk hasznos, ugye? A szén az nekünk hasznos. Összefüstöltük a földet a szénfűtéssel. Aztán most átálltunk az olajra. Na hát, és akkor most az a bajunk, hogy jaj Isten, tele van széndioxiddal a légkör. De hát nem lehet ilyet csinálni, pedig nagyon jó volt nekünk a gázfűtés, Isten jó. Hát az hasznos, hogy ugye föltaláltuk a gázkitermelés, meg a gázfűtés, milyen jó, csak a föld megy tönkre bele, meg előbb-utóbb az ember. És hát szóval Madács ezeket a kérdéseket már a 19. század második felében, innen-onnan mindig a kor legfrissebb tudományos híreit ő olvasta, és az volt a fantasztikus, hogy ezeket tovább gondolta. Nem mindig biztos az, hogy tudományosan helyesen gondolta tovább, de tovább gondolta, képé formálta, és ezek ott vannak a művében, szóval nem lehet elmenni mellette. Hogy is mondjam, a Madács után jött a pozitivizmus, és mindent elsöpört abból, amit az előtte lévő generáció gondolt, és Madács is gondolt a világról. És aztán valamikor a 20-as években egyszer csak észrevették, hogy azok, akik úgy gondolkoznak, mint Madács, komplexen vizsgálják a világot. Mint például azok a híres Nobel-díjas magyar fuzósok. Azok mind ebből nőttek ki. Madács volt a kedvencük. Ezen nőttek föl. Ez volt a külön nyelvük, félszóból megértették egymást, mert azon nőttek föl, friss élményük volt az ember tragédiája. És mondjam, ma az volna jó, ha megint el tudnánk juttatni, főleg a fiatalokhoz, olyan mélységben az ember tragédiáját, hogy ezeket a kérdéseket föltegyék. Talán a legfontosabbat hagytam utoljára. Az új vallásunk, a tudományba való hitünk. Tehát most azt hisszük, hogy a tudomány mindent meg tud oldani. A tudomány nem tud mindent megoldani. A tragédiában sem sikerül neki legyőznie ugye a természetet, és helyettesíteni a napot. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ma már úgy hiszünk a tudományban, ahogy a középkorban hittek a vallásban, hogy bármi van, a tudomány majd megoldja. Mert nem arra mondani, világjárványok vannak. Nem baj, a tudomány megoldja, nem oldja meg, a tudomány nem tudja megoldani. Hát ugye arról van szó, hogy újabb és újabb és újabb járványok jöhetnek. Nem tudjuk megoldani. És főleg a tudomány nem tud a legfontosabb kérdésekre válaszolni, hogy egyáltalán mi értelme van az ember életnek, minek vagyunk itt a Földön, és mi vár ránk, mi ez a halál nevű izé. És Madács ezekre a kérdésekre a tragédiában igenis választhatott. És csak is a művészet képes választ adni ezekre a kérdésekre, semmi más. Az érdekfeszítő beszélgetésben Bárdos professzor hangsúlyozta, kiemelten fontos feladatának tartja, hogy elemzésével, tanulmányaival az alkotást az európai identitás és a korunk emberisége előtt álló kihívások felül is értelmezze. Fehérváron is varázsolt Rezes Judit és Szabó Győző, az ismert és elismert színművész pár rendhagyó darabban mutatta be a társaslét örömeit és csapdáit.
Fekete egy szárazréti közösségi házban került színre az a rendhagyó és nem kevésbé formabontó színházi duett, amelyben Rezes Judit és Szabó Győző népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatta be rendhagyó kapcsolatuk ívét, annak csodáit és nehézségeit. Történeteik saját történetek, megélt igazi álmok és állomások. Minden kapcsolatban vannak elbeszélések, csúsztatások, nagyon ritka lehet az olyan kapcsolat. Én őszintén remélem, hogy van olyan kapcsolat, de szerintem olyan tökéletes, hogy ne legyenek feszültségek, vagy megoldatlan ügyek, amit aztán megoldanak együtt. A kommunikáció nagyon fontos, ez szerint az általános is, úgy, ahogy a miénkben is. Csak azt hiszik, hogy a színészek élete, a színészpárok élete itt a felhők fölött zajlik, hát azért nem, ugyanolyan átlagos életet élünk, mint a többi ember, és ugyanúgy a átlagos problémáink kisebb vagy nagyobb problémáink vannak. Na most forduljunk vissza. A kezdést egy kicsit túlsviáztam a dolgok, egy szűk belvárosi kis utcában 3 másodperc alatt gyorsan szállt egy lelre. Beszerteni neki bírja. Nem hoztam. De mégis adtam magamnak még egy osít. Mehetünk? Igen. Biztos, hogy minden pár egy picit magára ismer, tényleg olyan helyzetek vannak, amik általánosak lehetnek egy jól vagy rosszabbul, vagy rosszul működő házasságban is. Nálunk is ugyanez van, tehát nyilván attól másabb vagy különlegesebb, mert mi ismert emberek vagyunk, hogy ha mi visszük színre ezeket a dolgokat. Az átlag ember szerintem csak itt-ott a ismeretségi körében a barátnőivel, vagy a barátaival, vagy a kocsmában beszél a problémákról, aztán azok megoldatlanok maradnak. Sok esetben szerintem. De itt mi egy két ismert ember vagyunk, és mi megcsináljuk, és színpadra visszük, és ez kell bátorság. Az őszintesség, ez kell bátorság. Az előadás személyes érintettséggel őszintén és kendőzetlenül mesél nekünk róluk, magunkról. Valóság és fikció keserédes keveréke a népszerű színészpár által megálmodott egyszerre vicces és szívszorító előadás. Szórakoztató, ironikus és gyakran fájdalmas helyzeteket megmutató játék, amelynek történetei egyediek, mégis mindenki számára ismerősek. Rezes Judit nem titkolta, a maguk és mások párkapcsolatának is nagy segítséget, ívet adott, hogy kendőzetlenül mutathatták be mindennapjaikat. Mivel én nem vagyok annyira, ez most furán hangzik színészként, hogy magamutogató, tényleg nagyon jó így szerepekbe bújni, és ez számomra egy ilyen fura szituáció volt, bár ugye én magam voltam az egyike, aki azt mondta, hogy saját magunkat adjuk. Eleinte nem volt könnyű, de most már úgy tekintek erre az egészet tényleg, mint egy színdarab, és nagyon élvezem játszani, és hogy együtt játszunk színpadon. Találkozom egy csodálatos és gyönyörű szép lányjal, és lesz két szép gyereski, és bejárni... Mi lesz a nevük? Na. Szabó. 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 A lapvetően egy ilyen előadást akartunk csinálni, ami nőről és férfiről szól. Olyan fura lett volna, hogy mi ketten ugye együtt vagyunk, és most akár egy színdarab részleteket, vagy valamilyen szövegrészleteket mondjunk el, vagy játszunk el a színpadon, és valahogy ezen túl kellett lépni, hogy igen, saját magunkat adjuk, és ezáltal sokkal hitelesebbek tudunk lenni így együtt. Korántsem véletlen, hogy az előadása maga olykor humoros és játékos, máskor szívszorító és ironikus egyedi stílusjegyeivel osztatlan sikert aratott, amelynek kiemelten fontos része a különböző műfajú és stílusú dal, amelyeket Wagner Puskás Péter hangszerelésében Máté Zsolt dalszövegeivel zenei kísérettel hallhattak a nézők. Korántsem véletlen, hogy a darab mottója Mark Twain örökbecsű gondolata. Ha az igazat mondod, nem kell emlékezned semmire.
Megkezdődött a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat a Szent Imre templomban Pad Zoltán vezényletével, az Ars Oratória kamarakórus és Tóka Ágoston orgonaművész lépett fel. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar hagyományos nyári hangversenysorozata a Harmonia Albensis nyitó este 5 évszázad francia kórus zenéjéből válogatott, rendkívül izgalmas műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat a Szent Imre templomban. Köszöntőjében Dobri Dániel, a szimfonikusok kortárs művészeti vezetője örömének adott hangot, hogy a nagy népszerűségnek örvendő program idén is különleges műsorokkal várja a kórus muzsika barátait. Nagyon vártam én is személy szerint ezt az estét, hiszen egy igazi kuriózum lesz a mai műsor. Egy olyan műsort fognak hallani, amit szerintem Magyarországon nem nagyon lehetett hallani az elmúlt évtizedekben, legalábbis biztosan nem. Korábban meg azért nem, mert korábban még nem léteztek ezek a darabok, amik ma meg fognak szólalni, vagy van olyan köztük, ami nem létezett korábban, hiszen a magyarországi bemutatója lesz ma Kaya Sarriaho Nui Adieu című darabjának, és ezen kívül pedig a francia kóruszenének az 5 évszázadát fogjuk áttekinteni. Olyan ritkán játszott Magyarországon ritkán játszott szerzőkkel, mint Messiaen, Poulenc, Durufflé, vagy akár Fauré, és akár Josquin. Pad Zoltán, Lisztdíjas karnagy vezényletével az Ars Oratória kamarakórus az impressionista francia zene hagyományaihoz méltó kortársmesterek kórus műveinek tolmácsolásával köszönt vissza 21. századi köntösben. Nagyon nagy öröm, hogy most már sokadszorra mi nyithatjuk meg a Harmonia Albensis sorozatot, amely szerintem az ország egyik legizgalmasabb nyári vállalkozása, és hogy hagyományosan kórus koncerten indul ez a sorozat, az meg nagy öröm, és hogy olyan különleges, unikális műsort sikerült összeszedni erre a mai napra, amely azt hiszem, hogy sokak számára meglepetés lesz és felfedezés lesz. Erre a felfedező útra hívunk majd mindenkit. Ugyanis Josquin-től is elhangzik majd két darab is. Ő mindig talán egy kicsit a késő reneszánsz szerzők árnyékában volt idáig, tehát Palestrinát többen ismerik, Lassust is, de Josquin volt tulajdonképpen az ősatja, az Ábrahámja ennek az egész iskolának. Úgyhogy tőle mutatunk be két darabot, és ezt a vonalat folytatjuk Poulencen és Durufflén, Fauré-n keresztül, egészen a tavaly előtt elhunyt Kaya Sarriaho szerzőnőig, aki valójában Finnországban született, de kultúrájában pedig francia, és ezt a francia kultúrát hordozza magával, úgyhogy tőle hangzik el majd egy egészen gyönyörű kórusmű, amely mindannyiunk számára nagy meglepetés. Az est vendégeként Tóka Ágoston, junior primadíjas orgonaművész, aki városunk szülötteként otthonról hazajött, varázslatos dallamokkal idézte meg Durufflé zseniét. Nagyon örültem, hogy ismét részt vehetek a sorozatban. Talán minden évben zenekari játékosként részt szoktam venni itt, számozatbasszus játékosként. Aztán többször adtam szólóhangversenyt is, és most kórus kísérőként működök közre. Poulencnek egy nagyon különleges női karra és orgonára írt darabjában, illetve játszom egy szólót is, egy számomra nagyon kedves zeneszerzőtől, Maurice Durufflétől, aki a 20. századnak egy nagyon jelentős orgonistája, és nagy zeneszerző is lehetett volna belőle, ha nem lett volna talán túlzottan önkritikus, és a műveinek a nagy részét nem adta ki, vagy talán meg is semmisítette, és ezért néhány olyan darabja maradt, ami viszont állandó repertoár darab az orgonisták számára is, és a requiemje, aminek több változata is van, kórusra és orgonára, vagy akár kórusra és zenekarra, az tényleg egy világszerte méltán játszott kompozíció, úgyhogy a Durufflé zene nagyon sokat jelent nekem, és nagyon örülök, hogy ma játszhatok egy darabját.
A Harmonia Albensis templomi hangversenysorozat július 11-én csütörtökön 19 órakor a Ciszterci templomban a múlt jelene címmel az Ábrahám konzort régi zenei koncertjével folytatódik. Közreműködik Ábrahám Márta hegedűművész és Meggyesi Schwarz Lucia énekművész. Janusz Wojcikra, a kiváló lengyel költőre emlékeztek a Vörösmarty Társaság tagjai. Életművét Bobori Zoltán és Andrzej Straszewski, a klub Polónia elnöke idézte meg. 2020-ban mi szomorúsággal fogadtuk a hírt, hogy Janusz Wojcik Székesfehérvár díszpolgára, Fejér megye az Opolei régióval fenntartott testvérvárosi és partneri kapcsolataiért, azok fejlődéséért is hosszú évek óta rendkívül sokat fáradozó költőbarátunk elhunyt. Most halálának közelgő évfordulója előtt a Vörösmarty Társaság dísztermében a barát és költőtárs Bobori Zoltán és Andrzej Straszewski, a klub Polónia elnöke emlékezett a legendára. Azt hiszem, hogy a Vörösmarty Társaságnak is, és én nekem személy szerint is az elmúlt 15 év legszebb és legeredményesebb, gyümölcsözőbb barátsága volt ez Janusz Wojcikkal. A nyelvi nehézségek, hiszen én nem tudok lengyelül, annyira, amennyire tudtunk valamennyien angolul vagy németül, annyira tudtam vele beszélgetni, de hát érdekes módon ez a barátság mégis egy rendkívül mély szellemi táplálású barátság volt. Úgyhogy a Janusz Wojcik halála számomra nagyon nagy veszteség volt, és nagyon nagy fájdalom arra gondolni, hogy ez a fiatal ember már nem áll ennek a barátságnak az élére, mert azt kell mondanom, hogy élharcosa volt ennek a magyar-lengyel barátságnak, és természetesen a Vörösmarty Társasággal fönnálló irodalmi barátságnak. Egy rendkívül agilis, rendkívül lelkes irodalomszervező, kiváló költő, és külön ki kell emelni azt, hogy nagyon szerette a magyarokat, és nagyon szeretett itt Székesfehérváron lenni. Több verse is itt született, és a fehérvári barátainak írt több verset. Úgyhogy kötelességem volt, azt hiszem, most emlékeztetni rá ezzel a rendezvénnyel, de hát egyúttal fájdalmas is valahányszor erre gondolok. Ugyanakkor pedig hát fölidéződik bennem az a sok felejthetetlen opolei, vagy brzegi, vagy krakói irodalmi, vagy Lengyelország egyéb települései átélt közös élményünk, ami gazdagította az életemet, ezt tudom mondani. És van bennem egy ilyen emlékezet, egység. A lengyelek és Janusz Wojcik iránti barátság. Ez egy ilyen nagyon komoly egységben van bennem. Azért is gondoltam arra, hogy bármilyen forró nyár van, most, amikor Janusz Wojcik halálának az évfordulója közeledik, és egy évforduló, ami szintén felejthetetlen volt számomra, az Janusz Wojcik síremlékének a felavatása Brzegben, egy évvel a halála után. Tehát így összeáll ez a gyönyörű, nagyon nagy örömet és büszkeséget hozott együtt a fájdalmas emlékezet. Nem feledkezhetünk meg a Katyini emlékkeresztről, ami szintén összeköti a két várost, és én azt gondolom, hogy azokat a kultúra kedvelő embereket is, akik ott voltak a megteremtésénél. Hát ez már azért más érzéseket vált ki bennem, mert egy lengyelországi találkozó alkalmával gondoltam először arra, hogy egy, ha nem is emlékeresztet, de egy kopjafát állítunk a Katyniak emlékére, amiből aztán lett ez a Katyni emlékkereszt, aminek a párja az 1956-os forradalom áldozataira emlékeztető
emlékoszlop Opoléban. Tehát van két pillére ennek a virtuális, csodálatos hídnak, amelyikkel remélem még sokáig járhatunk természetesen. És a bocsánatban álló kisdedek megőszültek. A hóhérok gépiesen szentfelelőn végeztek az újabb szállítmányban, szörnyű gyakorlatuk volt ebben. János Vojcsikban nem csak az aktív költőt és kulturális animátort ismerhettük meg, hanem a lengyel-magyar barátság népszerűsítőjét is, aki példa és példakép volt arra, miként lehet megteremteni és megőrizni a múltat a mának. Sajnos már nem él köztünk János Vojcsik. 2019 évben meg itt volt, megkapod ez a tisztelet, Székesfehérvár tiszteletbeli címet, tiszteletbeli polgár címet, következő évben már nem élt. És az óriási veszteség, és nem csak ez a magyar-lengyel barátságról szóló dolog, mert ott, Lengyelországban, Opoléban nagyon tiszteltek ez a János Vujcsikot, mert ő, ha kultúra területen, akkor nagyon-nagyon aktívan mindig működött és cselekedett. Ezt sajnálom, hogy ez történt, mert fiatalon elhunyt, mert 59 éves volt. És ha beszéljük ez a magyar-lengyel kapcsolatokról, ő volt ez a motorja minden. Én sokszor Bobori Zoltánnal, és nem csak Bobori Zoltánnal voltunk ott Bzsek nevű városban, akkor ott minden évben rendeztek lengyel nyelvű költők ilyen találkozás, amit ott nem lengyelek, nem csak Lengyelországból jöttek, csak környező országokból, és mindig külön magyarok is megkapták ez a meghívó, megtiszteltek bennünket, nagyon jól éreztünk magukat, és prezentáltunk itt ez a itteni költők műveit. Ezt nem fogok soha elfelejteni, és ezt meg maradt bennem is olyan dolog, hogyha mikor nagyon beteg volt ez a János Vujcsik, kórházban feküdt, felhívtam őt telefonon, és ő akkor beszélgetünk, ő is érezte, hogy sajnos az nem jó állapotban van, de megmondta nekem, hogy Káti néniről szóló verset megírhat, és megjelenni fog. Szóval nagyon szeretett ez a kapcsolat, és ő volt ennek motorja, és sajnáljuk, hogy most nincsen itt velünk. A bensőséges hangulatú megemlékezésen a résztvevők megerősödhettek hitükben, hogy Janusz Vojcsik emberi barátsága is táplálta a két nép irodalmak közötti barátságot, és mindkettő örök időkre szól. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.